Hát meg volt a választás, ezen is túl vagyunk. Igaz, hogy nem így akartam rajta túl lenni, gondolom ti sem. Ez a videó most nincs megírva, megszerkesztve, úgy, mint általában a videóim. Ez most egy ilyen spontán videó lesz megint, ami arról fog szólni, hogy hogyan látom én ezt a választási eredményt. Na kezdjünk bele. Először is szeretném elmondani, hogy készült egy videó ebben a témában. Egy nagyon jól megszerkesztett, szerintem tényleg nagyon jó kis videó, amit én fel is töltöttem a YouTube-ra, de a YouTube erre azt mondta nekem, hogy nem keresetek vele pénzt, ki tudja miért. Úgyhogy most ellenőrzést kértem, és ez lehet egy hét is, de lehet, hogy csak egy-két nap. Nem tudom, ahogy kiderül, hogy keresetek vele pénzt vagy sem, akár igen, akár nem, én abban a pillanatban rakom ezt ki. Tehát fogtok látni egy egy hagyományos, dévvilágás videót is ebben a témában, egy részletesebb videót arról, hogy én hogy látom ezt a kérdést. De miután most volt a választás két napja, és többen írtátok nekem, hogy tök jó lenne, ha elmondanám, hogy mit gondolok erről az egészről, úgyhogy én most nagy vonalakban el fogom mondani, hogy mit gondolok róla. Hát először is teljesen el voltam döbbenve és, és sokkolva, mert azért erre én se számítottam. Azt tudtam, hogy ez az ellenzék, ebben az ellenzékben vannak olyan pártok, amik nem akarnak nyerni választást. Tudtam, hogy a DK és a Jobbik nem feltétlenül erre játszik, hanem inkább arra, hogy MZP-t eltakarítsa az útból. Hogy ez most sikerült -e nekik, vagy nem, az egy másik kérdés. Szerintem egyébként nem sikerült nekik. De én azt hittem, hogy ha ők nem is tesznek meg mindent, ha a pártok, vagy a legtöbb párt nem is tesz meg mindent, azért, azért az elég lesz, hogy mi választók benyomjuk őket a hatalomba erőszakkal, mi akkor is, hogyha nem akarják. Hát kiderült, hogy ez nem működik, ez a dolog. Kiderült, hogy ha a pártok nem mozgósítanak megfelelőképpen, akkor nincs győzelem. Van nekem egy analógiám ezzel kapcsolatosan, mégpedig az október 23-ai és a március 15 i tüntetések, illetve illetve gyűlések. Ellenzéki gyűlésre beszélem. Ugye az egyik, az október 23-ai, az egyáltalán volt megszervezve. Nem is ment el sok ember. A másik, a március 15, az pedig teljesen rendben volt. Miért? Mert oda szervezték az embereket. egy, egy ilyen gyűlés az olyan, mint egy szavazás. Ha megszervezed, hogyha mozgósítasz, akkor mennek az emberek. És kiderült, hogy ez az ellenzék ez két módban tud dolgozni. Van egy aktív, meg van egy passzív mód. És én azt hiszem, hogy ez a választás ez, ezzel a passzív móddal ment végig. Tehát magyarul fele annyi energiát tettek bele, mint amennyit tudtak volna. Ez persze csak egy megérzés, én ezt nem tudhatom biztosan, de én úgy érzem, hogy itt ez volt az egyik ok. Tehát, hogy például a DK meg a Jobbik, amelyiknek szerintem a fő célja az, hogy MZP-t eltávolítsák a, az útból, ők szerintem úgy gondolták, hogy erre az a legjobb, ha a választást, mert akkor MZP-re lehet mutogatni, nem kell megpucsolni, eltűnik. így meg tök jó, hogy ott maradnak ellenzékben, és majd egyszer vagy megnyerik a választást, vagy nem, de nekik ez egy tök kényelmes helyzet. Nem igazán mozgósítottak. Szerintem szándékosan nem és ezért vesztett az ellenzék leginkább. Tehát, ahogy október 23-ára sem mozgósítottak, úgy erre a választásra sem. Ha úgy mozgósítottak volna, hogy március 15-ére, akkor meg lett volna a választás. Talán. De a kétharmad biztos nem. Na most nyilván nem csak ez az oka a vereségnek. Nyilván nem ZP hibája is benne van, mert ő is tud, tudott hibázni, hiszen ember. De én már nagyon sokszor elmondtam, hogy ha itt az Orbán Viktor ellen a Jézus Krisztus indult volna, akkor őt is gyakorlatilag kicsinálták volna. Tehát, tehát, a Pesti TV az teljesen le tudja járatni akár a Krisztust, akár magát Orbán Viktort, hogyha Orbán Viktor saját maga ellen indul el. Tehát a propagandának nagyon komoly szerepe volt. Valamelyest volt szerepe MZP-nek is ebben úgy érzem, de szerintem 10%-nál nem több. A propagandának nagyon komoly szerepe volt, nagyon komoly szerepe volt annak, hogy ezek a pártok nem tettek meg mindent a siker érdekében. Ugye láttuk, hogy a MZP fantasztikusan sokat tesz bele, tehát barom sokat kampányol, nagyon sok helyre megy, ilyen nappal dolgozik, és én nem láttam ezt a többi párton, ezt a munkát én nem érzékeltem. Lehet, hogy megvolt, csak én ezt nem láttam. Az MZP-t azt élőben lehetett követni, bárhol megy, azt láttuk, hogy ő dolgozik. És hát nyilván benne van ebben a háború is. És ezért gondolom azt a háború miatt, hogy ez most nem feltétlenül hiteles ez a kép. Tehát nem nagyon kell ezt komolyan venni és elhinni, ami most van. Igaz, hogy ez lesz most a realitás négy évig a parlamentben, de én úgy érzem, hogy ez, ez nem reális kép most az országról. És miért gondolom ezt? Azért gondolom, mert ez az ország most retteg. A magyarok most félnek. Vagyis lelkileg nem egészségesek. És egy, egy beteg, félelemben élő nemzet, az nagyon könnyen megtévezhető és befolyásolható. És most ez történt. Tehát Orbán Viktor kihasználva a magyarok háború miatti szorongását, felépítette erre egy kampányt, és megnyerte a választást. De egy egészséges társadalom, egy egészséges Magyarország szerintem nem ezt a döntést hozta volna. Úgyhogy nem kell szerintem teljesen elvinni azt, hogy ma ez a helyzet az országban. Én azt hiszem, hogy, hogy elmondtam a Elmondtam a főbokokat, hogy én én hogy látom ezt. És uh, ahogy ígértem, fog jönni nem sokára. Hát ki tudja a YouTube, mikor kegyelmez meg nekem. De fog jönni egy, egy hosszabb videó erről a témáról, ami már fenn van, csak még nem rakhatom ki, de majd hamarosan kirakom. Ha bármi kérdésetek van még ezzel kapcsolatban, hogy hogy látom én ezt az egészet, akkor tegyétek fel kommentben. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. És... Uh, és akkor megbeszéljük, hogy szerintetek, meg szerintem, mik lehetettek még ez, esetleg ezen kívül azokok, illetve mi lesz a jövő. És ha már kimondtam ezt, hogy jövő, akkor nagyon röviden elmondom azt, hogy szerintem, ami az ellenzéket illeti, mert a kormány ezt csinálja, amit eddig, nyilván, ami az ellenzéket illeti, én szerintem itt most teljesen egyetem, hogy azt történik, amit egyébként megjósoltam az egyik videómban, tehát ketté szakadt úgy tűnik az ellenzék. Az MZP pártot fog csinálni. Én erre a pátra fogok szavazni. Én a dk és a Jobbikra nem leszek hajlandó szavazni. Én most jelenleg itt tartok. Én lettem a régi Puzsér, vagy a, vagy a Konok, akinek most nincs pártja, mert jelenleg most úgy tűnik, hogy nekem nincs pártom, akire szavazzak, vagy amire szavazzak. Úgyhogy, ja, itt tartunk, ide jutottunk. No, mindenki szerintem tolja le magassal ezt az egészet, tehát lelkileg ne engedje közel magához, szerintem ez nagyon fontos. Én nem vagyok MZP, én nem vagyok politikus, én nem fogom azt mondani, hogy mindenki maradjon itt, szerintem aki úgy érzi, hogy jobb neki kint, az, az menjen ki, csak fogadja meg, hogy valahogy fog tudni, meg akarni szavazni, majd, a vá majd minden választáson. No, ennyi voltam már a gyerekek, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, meg minden. Úgyhogy lehet, hogy közben lesznek máshol is videók, és, és ezt a videót, amiben ugyanezt fogom elmondani nagyjából, csak, csak sokkal összeszedettebben és sokkal részletesebben, ezt a videót pedig egy héten belül valamikor, amikor a YouTube végre elhatározza, hogy mit akar, fogjátok látni. No, köszönöm szépen mindenkinek, hogy megnézte a videót. Tessék lájkolni, meg kommentelni, meg megosztani, meg minden kutyafüle. Na, pusz, sziasztok!